Sziasztok! Havasi Márk vagyok, és ez itt a Students Union Studio híradója. Április 8-a és 10-e között rendezték meg a 49. medikus kupát. Idén Pécs adott otthont a minden évben megrendezésre kerülő sporteseménynek, melyen az ország négy orvosi életemek képviselteti magát. A rendezvényen öt sportágban küzdetnek meg a hallgatók, melyeket az egyetem hallgatói természetesen élőben követhetnek a helyszínen, illetve az ultrák biztatására felgeteges hangulat szokott kerekedni. A Semmelweis Egyetem sportolói nagyszerű teljesítménnyel zártak. Aranyérmesek lettek a női és a férfi kosárlabda, illetve rövdlabda csapataink, ezüstérmet szereztek a férfi kézilabda és vízilabda csapataink, illetve bronzérmet a férfi focistáink. Kiemelkedő Jankó Árpi hárompontos pontos tálátor, hisz a kosarasok ezzel nyerték meg a meccsüket, és így a teljes férfi kosarat. Ezzel összetettben 11 év után sikerült megnyerni a medikus kupát, amely címet a jövő évben a jubileumi 50. medikuskupán hazai pályán kísérletnek megvédeni a sportolóink. Március utolsó napjában tartottuk a tavaszi fesztivált. A hallgatói önkormányzat, az Instruktor Öntövékeny Csoport és a Szemel Veszélytöm Korányi Frigyás szervezte közös erővel. Tánc kategóriában Veres Jóána testvérével, illetve Novák Nanda és Takács Fanni párosa megosztott perdőt fel a dobogó legfelső fakára. A virtuózók viadalában Temes Adél viadalmaskodott, az irodalmi pályázat első diát Horváth Melinda írta be a míg a vers és prózamondásban Bognár Judit aratott győzelmet Babics aktuális, húsvét előtt versével. Gratulálunk mindannyiuknak és az összes résztvevőnek a fantasztikus színvonalhoz. Átadásra került az életem második legnagyobb karának, az etk nak az új, Kossuth az első magyar főápolóról elnevezett oktatási épülete, ezzel további teret adva a képzésnek. Az épületben található tantermek, előadók, gyakorlati oktatást támogató skill laborok mind a kar oktatási igényei szerint lettek kialakítva, így segítve az oktatás színvonát. Az átadó ünnepségen részt vett dr. Parkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere, dr. Merkel Béla, egyetemünk rektora, és a kar dékánya, Bednár Minkley, dr. Törnyei Gabriella. Kórus indul dr. Matos László vezetésével az egyetemünkön minden zenekedvelő, alapképzettséggel rendelkező egyetemi polgár jelentkezését várják. Jelentkezni április 25-ig lehet a léírásban szereplő űrlapon keresztül. A meghallgatásokra május 10 és 19-e között kerül majd sor. Ezek voltak a legfontosabb híreink. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!